túl a vízen a csendvágyi határon. En a nyárfalomba sodik magába. Nyárfajadó, szépen szól a furúja. Hallgatja a Szendre váró lejaj. Szendre váró fenyárgedi a lovát. Felkeresi a juhászok tanyája, megkérdezi legkedvesebb juhászat. Nem látta gyökökén szemű lejaj. Nem láttam én juhászom is oda van. Három napja, hogy anyája szomján van. Nem láttam én juhászom is oda van. A nagyságos kisasszony is vele. Csontból az idők folyamán készítettek szerszámot, fegyvert, enyvet, ékszert, szobrot azonban vajmi ritkán faragtak belőle. Anyaga, akár tülök, akár lábszár, keményebb a fánál, és a faragónak érzékeny kézzel kell követnie az erezetét is, igazodnia kell a természetes formákhoz. A művelet annál nehezebb, hogy előrajzolás nélkül történik. Kőröspataki Molnár Sándor vésetei, virágminták és állat, ritkábban emberalakok. Egyfajta szerves közösség érződik az alkotó és anyaga között, mely az ő testébe rejtezőhöz hasonló,
Gondoljunk Ádám apánk oldalbordájára, és hogy mi lett belőle. A csontfaragó számára szenvedélye egyúttal megélhetésének forrása, és talán művészet is. Még az úton lefelé sem mehetek, mindazt mondják, fekete gyász viselek. Fekete gyász fehér az én nyakán dönt. Juhász bújtál, le volt az első szeret.